Igazi közösségi térré alakult a Kossuth tér vasárnap délután. A szombatesti BL döntő szurkolóinak helyét kis és nagygyermekek, valamint szüleik vették át. A városi gyermeknapon számos program közül válogathattak a kiérkezők. Volt hetes rúgó és aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkozás, vidámpark, kutyás bemutató és egy buboréksó is szórakoztatta a kicsiket. Fagyas Ádám Noel kitartóan készítette az alkotását az aszfaltra, amely dinoszauruszokból állt. 3 darab T-Rexet és 2 darab Velociraptort rajzolok. Azt tudok, hogy szerintem a legjobban rajzolni. Kele Dorina a kézműveskedést választotta, hűtőmágnest készített. Mi az, amit ma kipróbáltál még? Hát, én kértem egy lufit, meg egy buborékfúgyót. Ezen a napon a 60-i tűzoltóság is kinyitotta kapuit a gyermekek előtt, és lehetőség volt kipróbálni, milyen érzés tűzoltóautóban ülni. Nagyhunor Szabolcs is beleült a járműbe, és megtanulta, hogy mi a tűzoltók feladata. Tűzoltók embereket mentenek, megoldják a tüzet. A mese is fontos szerepet kapott. A nap folyamán élőszavas mesemondáson is részt vehettek a szülők és a gyermekek. A színpadi programokat a Fortuna TSE bemutatója nyitotta, majd pedig az alkalmazkodás nagymestere is a pódiumra vonultak. Itt olyan állatokat mutattak be, akikről már hallhattak a kisebbek és nagyobbak. Így például az egerekkel és patkányokkal kapcsolatos információkkal is gazdagabbak lettek. A gyermeknapot Kalabia Kap koncertje zárta. A Zoli, a Moody, meg én.